A megemlékezést a Kávária templomban tartották a munkára kényszerített túlélőkkel, a város vezetésével és az elhunytak családtagjaival. Közös énekekkel és imákkal emlékeztek a városlakók az elhurcoltakról. A templomban a három történelmi egyház lelkészei elevenítették fel a múlt eseményeit. Sajnos egyre kevesebben élnek már közülük. Amikor elkezdtük 2007. január 26-án, akkor mintegy 30 szan szóval tudtak eljönni erre az emléknapra. Ma már 5-6 fő, aki olyan állapotban van, hogy el tud jönni a kávárja templomhoz. Sajnos egyre kevesebben vannak. A településen és a település környékén körülbelül 20-30 emberről tudunk, akik még, még élnek betegesen, de túlélték. A cél, hogy a rakamaziak a múltat közösen éljék meg. Az ünnepség befejező részeként a résztvevők átvonultak a hősi emlékműhöz, ahol együtt helyezték el a megemlékezés virágait és gyertyáit.